Szép napos idő lehet még így novemberben is. Bárki ilyenkor ki tud jönni akár ide a vár mellé, a Csunakázó tó mellé sétálni. Ilyenkor mivel lehet találkozni akár állat és növényvilágban? Hát igen, ez most különösen érdekes a november, hogy viszonylag későn színesedik a lomb, sokáig fennmarad, de hát az állatokat azért nem lehet becsapni. A vándormadaraink azért már régen eltűntek. Bizonyos madaraknak a vándorlása most tart, úgyhogy ha valaki vájtfülű, vájtszemű, akkor apró énekes madarakkal találkozhat, királykák, de még a füzikék is itt vannak, itt füttyögnek mellettünk a bokrokban. De ami itt a vártónál a legszembetűnőbb, aztán itt a tőkés csircéknek a sereglete, ők mindig kísérnek bennünket. Itt is most úszkálnak mellettünk, és hogyha keményedik az idő, akkor pedig az erdélyfüles baglyok lepik el majd a környéket. Ez nem a Nemzeti Park területe, de mégis Nemzeti Parknak milyen munkálatai lehetnek itt? Természetvédelmi területek között léteznek városi, vagy önkormányzati természetvédelmi területek, és országosak a Körösmaros Nemzeti Park, ami esetünkben itt Békés megye és Csongrád megye egyik felének a természetvédelmét kezeli az országos jelentőségű természetvédelmi területeken. De hogyha bármiféle természeti érték kerül veszélybe, azért mégiscsak mi vagyunk az elsők, ahol ezek a hívás bejön, lakossági bejelentések, és akkor próbálunk eljárni itt is. Tehát, hogyha kiesik egy kis gólya a fészekből, sérült madarat találnak bárhol, bármiféle olyan természetvédelmi szempontból jelentős dolog történik, akkor azért lépünk, független attól, hogy nem védett a terület. Vannak-e valamilyen különleges fák, növények itt a vár mellett? És ha jól tudom, akkor a várban még vannak különböző érdekes állatok is. Pontosan, hát itt a strand környéke, vár környéke, itt szinte csak különleges növények vannak. Általában olyan fákat telepítenek az ilyen parki környezetbe a jószemű kertészek, amik a magyar erdőkben nem honosak, vagy legalábbis a környezetünkben lévő erdőkben nem. Mellettünk egy hatalmas török magyarófa, de van itt Amerikából származó mocsárciprus is, hársak, platánok, számtalan olyan fa, ami a természetes környezetünkben nincsen meg. De hát az itt élő állatok, majdnem teljesen mindegy, hogy milyen fa van itt a környéken, lényeg az, hogy zöld legyen, lomb legyen, búvóhely legyen, táplálkozóhely legyen. És itt fészkelési időben is, vonulási időben is meglehetősen gazdag az állatvilág, de hát ugye most már nyakunkon van a tél, a telelő állatok is előbb-utóbb be fogják népesíteni ezt a környezetet. És igen, ahogy mondtad is, a vár sem szűkölködik, pedig hát az ugye egy hatalmas nagy tégla építmény. De ennek az épületnek az ugaiban is azért eléggé nagy állatvilág van, amellett, hogy a nagyobb hézagokban mondjuk házigalambok is befészkelik magukat, ennél sokkal nagyobb természeti értéket jelent az a számtalan denevér, amelyik beköltözik ide az épületnek a réseibe, és benépesíti ezt a környéket. Ilyenkor a denevérek is most már kezdenek hibernálni, téli állomra készülnek, de tavasszal, amikor a repülőrovarok is előmerészkednek, akkor ők is előjönnek a résekből, és elkezdik itt a helybeli sétálókat annyiban segíteni, hogy a szúnyogokat, mindenféle rovarokat összeszedegetik.